Sziasztok! Ma akkora lendületet vettünk, hogy még az ország, a ma létező ország határ sem állított meg minket. Hova látogattunk el, Józsi? Székelyföldben Sepsiszentgyörgyre. Sepsiszentgyörgy, mondjuk ki nyíltan. Sepsiszentgyörgy. De úgy csinálj, mint egy román, azok se tudják kimondani. Szent Gyorgyú, vagy hogy? Valami ügyletet mondanak helyette, de hagyjuk is, mert egyébként ennek a Sepsiszentgyörgyel kapcsolatban, ennek a magyarozásnak, románozásnak, ha hiszlek, ha nem, pont nincs itt a helye, majd megmondjuk, hogy miért. Mert ez egy nagyon fontos dolog lesz. Azt előre be kell vallanom, hogy ez az az oldal, amit egyébként előre megnéztünk, nem azért, hogy majd mindenféle prekoncepcióknak feleljük meg, hanem azért, mert rettenetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy tényleg mit látunk, hogy látunk, és ez egy nagyon fontos dolog, és mindenek előtt ezt el kell mondani. A határon túli magyar klubok esetében, amelyek a Kárpát-medencében találhatók, mindig figyelembe kell venni a megítélésnél azt, hogy a különböző környezetünkben lévő országoknak vannak a mieinktől, vagy a mieinktől eltérő jogrendjei, ezeknek a jogrendeknek pedig abban az esetben, hogyha a klubok tényleg szerepelni akarnak a bajnokságokban, meg kell felelni. Úgyhogy ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor értékeljük mi a klubok honlapját, sajnos. Igen, ez a három szempontunk, az identitás, klubfilozófia és a játékstílus. Nagyon fontos, el kell mondani, például Romániában a magyar zászló, illetve a székely zászló tiltott a stadionokban. De meg lehet oldani például úgy, hogy a Sepsiszentgyörgynek ez egyik meze ilyen, a sár pedig ilyen. Tehát, hogy így. Hát vagy ott például ugye a címer és maga a messzíne, vagy például a különböző csapatoknak, tehát a különböző sportágokban szereplő csapatoknak is. Más a színe, tehát például a Sepsiszentgyörgy szurkolói csoportja a legnagyobb, illetve a szervezettségben szerintem az egyetlen, a Székely Légió, a futballra piros mezben szokott menni, a kosárlabdára pedig zöldbe szokott menni, de amikor egymás mellé beülnek, akkor ki tudják adni a piros-fehér-zöld hármast, úgyhogy ez nem véletlen. Sajnos ilyen praktikákra, majd ugye a dacnál is szóba fog kerülni ez a dolog, úgyhogy azért is kell így értékelni a weboldalakat, és aki például azt mondja, hogy hát miért nem jelenítődik meg még jobban a magyarság például egy ilyen romániai weboldalon, azért, tehát most jelenleg romániai weboldalon, azért nagyon-nagyon komoly felelősséggel tartozik például Diószegi László, mert nem csak saját magáért, hanem nagyon sok embernek a munkájáért felel, és azért tudhatjuk, hogy nem egy baráti országban fejt ki olyan tevékenységet, mindig pengeélen táncol, és hogy ennyi lenne, hogy gazdaságilag is ellehetetlenítsék, vagy esetleg bármilyen indoknál fogva kizárják őt a román ligán, nem őt, hanem a csapatot, a Sepsi OSK-t, és rajta kívül van még egy pár magyar érdekeltségű csapat, tehát most a román első liga csapatát, a Sepsi OSK-t fogjuk szemlézni. Nézzük a weboldalt, mindjárt. Igen, itt, mint látjátok, az oldal két nyelvű, tehát magyar és román nyelvű. Ez egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy erre vannak törvényi kötelezettségek is, ezt nem tudjuk, de az egy nagyon fontos dolog, hogy azzal együtt, hogy a Sepsi OSK egy deklaráltan, ugye látjátok, hogy a zöld-fehér háttér mögött piros-fehérrel jelenik meg, hogy bennünk a vér. Tehát azért megjelennek a nemzeti színek, bennünk a vér piros-fehér című szlogen, hát szlogen attól egy kicsit több, de ezzel csak annyit akarok. Na hát, látjátok, azonnal megjelenik a Székely Légió. Tehát még gyakorlatilag kinyitottuk a honlapot, és megjelenik a Székely Légió. Tehát a szurkoló egyből ott van az elején. És üdvözlőjük csapatunk honlapján, és itt látható, hát igen, a csapat és szurkolók együtt, de annyit akartam elmondani, hogy
hogy azzal együtt, hogy a magyarságát bátran vállaló csapatról van szó, azzal együtt nem zárkózik el a románságtól, a román nyelvtől, akár adott esetben a román kultúrától sem, és attól sem, hogy például román játékosok játszanak, és mint Józsitól megtudtam, igenis léteznek a klubnak román anyanyelvű szurkolói. Tehát bármilyen hihetetlen, utaztunk el itt a Székely Légióval egy távolabbi mérkőzésre, és hát felkérezkedtek a buszra egyte román srácok, akik a Sepsinek szurkoltak, mert tetszik nekik az összetartás, ez a játék, ez a... Ezt el kell mondani, hogy Romániában a szurkolói kultúra az még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Utazó nem, nem, az csak a nagyobb csapatoknál van, tehát a Volt Steaua-nál vannak igazán, meg azok a volt belügyes csapatoknál vannak, és a Sepsi Szent Györgynél. Tehát ugye sokkal nagyobbak a távolságok, mert van olyan mérkőzés, amire 700 kilométert kell utazni, és nem autópályán. Hát igen. Tehát azért az komplette. De figyelj, mert ott van egy székely zászló is. Ugye ez nem véletlenül, itt a Diószegi László, tehát a tulajdonos, aki elmondja nem egyszer, tehát sok riportom van fönn vele, még a Semleges TV csatornán is, hogy ő elsősorban szurkolónak tartja magát, és másodsorban tartja magát klubelnöknek, de hát ez nem... Egyébként nem annyira nagyon nagy baj, hogyha a tulajdonos azonos identitásúnak gondolja magát, mint a szurkolók, vagy mint a csapat egésze, és ehhez képest választ ki mondjuk szakembereket, játékosokat, akár klubstílust, amennyire egyébként beleszólása van egy, bár magas szinten meghatározhatja egy tulajdonos, nyilvánvalóan, abban az esetben van ehhez egyébként erkölcsi joga, mert egyébként jogi alapon bármit megtett egy klubtulajdonos, de erkölcsi alapon akkor van ehhez joga, hogyha tényleg ő érezhetően, tudhatóan annak a társadalmi rétegnek a csoportja, hogy azt nem mondjam, hogy társadalmi csoportnak a része, amely a Sepsi, ebben az esetben a Sepsi szurkolótáborát és ezt a családot jelenti. Az hozzátartozik, hogy sok szempontból nehezebb a helyzetük. Sok szempontból meg könnyebb, bármilyen hülyén hangzik is ez a dolog. Igen. Mert lehet, hogy most meg fognak sértődni, nem így van egyébként, mert nem olyan sértődések. Nem. Nem azért, mert ugye egyértelműen a labdarúgó szurkolóknak, illetve a sportközösségeknek, szurkolói közösségeknek közösség megtartó ereje van. Tehát, hogy összejárnak, magyarul beszélnek, a magyar identitást, székely magyar identitást őrzik, szabad idejükben is ugye összejárnak, együtt járnak kirándulni, egy helyen próbálnak dolgozni. Tehát így ez egy nagyon komoly összetartó közösség, és nem csak Sepsiszentgyörgyben van így, hanem Csíkszeredán, illetve én azt tudnám mondani, a Székelyföld összes olyan helységében, ahol sportklub van. Sok támadás érte a határon túli magyarságot, székelységet azzal, hogy a magyar kormány politikai célra használja fel őket. Hát azt el kell mondanom, hogy még mielőtt ők kaptak volna bármilyen segítséget, ez a Sepsi-Szentgyörgyi csapat már állt. Tehát, hogy ők már akkor igyekeztek, tehát például kifejezetten Diószegi László által vezetett Sepsi már akkor igyekezett kitörni úgymond az ismeretlenségbe, és feljönni legalább a második vagy az első ligába Romániában, hogy ők bármilyen politikai támogatást kaptak volna. Igen, tehát ne tévesszük össze azt, amikor van egy, és van erre példa Magyarország, vagy volt, ma már nincs, de volt erre példa Magyarországon, hogy gyakorlatilag semmiből úgy jöttek létre klubok, hogy azoknak sem múltjuk, se identitásuk, se semmiük nem volt, csak rengeteg pénzük lett egyszer csak valamilyen napnál fogva, és akkor kitalálták, hogy akkor most ők majd egyszer csak NB1-esek lesznek, és akkor hip-hop, ez így meg is történt. Nem, itt azért az volt, hogy elindult egy valamilyen folyamat, ami egy, hát ilyen exponenciális görbe szerint így ment fölfelé, valami hihetetlen módon, és tulajdonképpen ha azt nézem, ebbe szállt be a magyar kormány, vagy a magyar támogatói kör. Ha úgy nézem, ilyen alapon
azt mondhatom, hogy ez tulajdonképpen egyfajta képen értelmezve egy piaci alapú támogatás, hiszen egy sikerbe, a siker alapon történő beszállásnak is értékető. Nyilván egy kormánynak vannak mindig politikai szándékai is, ami egy kormánytól tökéletesen normális dolog. De most ettől vonatkoztassunk el, nem ez a lényeg. De most gondoljatok bele, srácok, most őszintén magunk között vagyunk pár százan, akik megnézik ezt a videót. A második világháború után melyik kormány segítette a határon túli magyarságot? Melyik? Vagy milyen az előszólókönyv viszonylag rövid lenne egyébként. Melyik közösséget tudta volna támogatni? Igen, és én azt mondom, hogy erről el lehet vitatkozni, hogy kinek volt, vagy lett volna rá lehetősége, és mekkora lehetősége lett volna, hát lehetőség, és kinek nem. A tények makas dolgok egyébként, most történik valami ilyen, ezzel lehet vitatkozni, egyetérteni, vagy nem egyetérteni vele, de az tény, hogy ez pillanatnyilag létezik, és higgyétek el, hogy és mi az identitást vizsgáljuk. És ebből a szempontból mondjuk, hogy igenis, ez egy identitás formáló tényező Erdélyben, vagy akár a környező országokban, ahol, és azért mondtuk, hogy könnyebb helyzetben vannak viszonylag, mert a magyarsághoz, székelységhez való tartozás, annak a kifejezése, illetve az ahhoz való kapcsolódás, az nyilván egy olyan erős ütőkártya, amihez hasonlót, de még az sem ennyire erős, talán csak egyáltalán Mezőkövesden fedeztünk föl, mint kihagyott helyzet. És azt el kell mondani, hogy most mondjátok meg őszintén, melyik az a... Mit tudnátok olyan szabadidős tevékenységet mondani? Mert a román kormányzat mindent megtett azért, hogy a magyarok ne tudjanak egy közösségben, se akármi csak táncolni is. Melyik az a közösség, amelyik a magyarságot meg tudja tartani, és nagy csoportokat tud összehozni, nagy közösségeket tud összetartani, ez csak a labdarúgó szurkolói közösség, egy stadion. Igen. Most bárki bármit mond, ilyen számosságot nem tud elérni semmit, tehát mondhatjuk például, azért van táncházmozgalom, meg volt igen, is, igen, hasonlók, de... ezek nagyon szép dolgok, nagyon jó, és egyébként tényleg üdvözlendők, hogy vannak, meg voltak is, és nagyon nehéz időszakokban is ezek működtek, de ezt a számosságot nem tudták elérni, és egyébként majd látjuk itt is, de látjuk majd, most nagy titkot árulok el, vagy nem, de a következő videónkban a DAC-szal fogunk foglalkozni. Nagyon fontos az, hogy, és ők maguk, a szurkolók is fontosnak tartják, és a klub, azt, hogy azért is kell sokan lenni a stadionban, mert demonstrálnunk kell, hogy igen, vagyunk, itt vagyunk, mi vagyunk, és sokan vagyunk. És nem tudtok minket eltörölni, mert mi létezünk. Itt ne gondoljon senki ilyen háborúskodásra, meg ilyesmi. Ez egy nagyon kultúrált formája annak a kifejezésének, hogy vegyetek észre minket, és foglalkozzatok velünk. Tehát ezt, ha valaki valamilyen háborúskodásnak, vagy irredentizmusnak, vagy ilyesminek gondolja, nem. Ez egy nagyon kultúrált megjelenítése annak, hogy van magyarság. Hát, székelység Romániában, felvidéken magyarság, stb. Gondoljatok bele, hogy egy olyan európai parlamentben, ahol el tudjuk mondani, hogy létezik egy kisebbség Romániában, bár ráadásul pont Románia kellős közepén Székelyföld, a legnagyobb pekünk egyébként a legnagyobb több magyarság Magyarországon kívül Székelyföldön van. Hát a Párcium... Most a Párcium is egy más kérdés, de az, hogy a több magyarság, mert vannak olyan települések, aminek 95-97%-a magyar, konkrétan magyarul beszél, székely magyar kultúrát valla magáinak. Tehát el tudjuk mondani, hogy a labdarúgásra, mert most mit tudsz mondani egy fiatal gyereknek? Egy 5-10 éves gyereknek nem a táncház mozgalommal tudod sajnos bentartani a magyarságában, hanem az, hogy kiviszem a nagyapámat, kimegyek én, kiviszem a fiamat, és szurkolok a Sepsinek, vagy a Csíkszeredának, vagy bármelyik magyar csapatnak. És ezt magyarul tudom. Mellettem magyarul beszélnek. Magyar jelképeket hordok a ruhámon. És nem tudnak velem mit csinálni, mert nem egyedül vagyok. Na igen.
Jó, de menjünk át a honlapra, mert nagyon elmélyedtünk ebbe a témába, de én azt gondolom, hogy fontos volt kifejteni ezeket a dolgokat, mielőtt megnézzük a honlapot, mert megadtuk azokat a koordinátákat, ami között mi úgy gondoljuk, hogy értékelnünk kell. Ugye esett szó a kétnyelvűségről. És ez bármilyen, megint csak egy picit magyarázkodnunk kell. Azért kell kettő nyelvűnek lennie. Tudjuk, hogy milyen sérelmek érték a magyar nemzetet Erdélyben, de azért tegyük már meg, hogy az ott élő úgynevezett románságnak is a nyelve megjelenítődjön, mert ahány nyelv, annyi fajta ember vagy. Hát igen, meg azt, ahogy el kell ismerniük, hogy a székelyek a magyarság része, vagy ha nem a magyarság része, de a székelyek ott élnek, nekünk is el kell fogadni azt, hogy a történelem viharai úgy alakították, hogy igen, és románok is élnek ott. És igen, igen, és ez egy nagyon baráti hozzáállás. Ez egy nagyon baráti, és így túlemelkedünk bizonyos sérelmeken, sokan úgy vannak, hogy nem tudnak megbocsátani, én sem tudok sok mindent megbocsátani, de valamit lépnünk kell, mert az, hogy az örök ellenségeskedés az nem vezet sehova. Ezért abszolút megértem, hogy egy úgymond idegen országban egy magyar kisebbség weboldalán megjelenik a vezető népnek a nyelve is, és ez nem baj, ráadásul úgy, hogy ezáltal szimpátiát váltunk ki, akár még a románokból is. Igen, jó. Hát itt van a Sepsi-Oleská története, ugye 2011 júniusától íródik ez a... Egyébként nagyon érdekes, hogy ha lejjebb görgetünk, vagy nem tudom, én lehet, hogy máshol olvastam, nyilván Sepsi-Szentgyörgyön nem 2011 óta futballoznak, nem jóval korábbi időktől kezdve, de a mai együttállása a dolgoknak az 2011-re vezethető vissza, és felhívom a figyelmet arra, hogy itt nem írta oda senki, és nem, és a címerben sem szerepel egy 1248-as dátum, hogy már mi akkor, de hogy mi mennyire régen, és ezért. Nem, hanem, és ez egy fontos dolog, és szintén identitás jellegű kérdés, ha nincs is nagy történelme a klubnak, de azt viszont büszkén vállalja. És én pontosan tudom, hogy Sepsi-Szentgyörgyön korábban is volt sport, volt labdarúgás, egyébként annak idején a múlt-múlt rendszerbe, tehát, hogy bocsánat, tehát a világháború előtti időszakban komoly sportélet volt. Egyébként utána is a úgynevezett profi sport, bár az ugye a szociális táborban említett, az egyébként Romániában nem volt alacsony szintű, sőt, tehát azért voltak ezek, de az a klub, aki önazonos, és a maival egy lapon említhető, és a mai klub abból származik, az bizony 2011. És semmi probléma nincsen ebből. Annyi tulajdonképpen, hogy az Old Sportklubnak a nevét tovább viszik, de annak az eredményeit nem tartják a magukénak. Viszont itt egyértelműen kiderül, hogy két embernek köszönhető, Diószegi László és Kertész Dávid, akik önmaguk is a hely szülöttei, illetve labdarúgó szurkolók voltak, a saját vállalkozásuknak a pénzét tették bele abba, hogy valamilyen szintű sportot létrehozzanak. És hát nem is akármilyen szintűt, mert egyébként én amilyen mérkőzéseket láttam egyébként a Román Ligából, azt meg kell állapítsam, hogy lehet, hogy nem minden tekintetben éri el a magyar NB1-nek a szintjét, de abban, hogy legalábbis a Sepsi meccsein az egyébként tetten érhető, hogy mekkora hajtás, küzdelem, és nyilván a Sepsi ellen mindegyik más csapat. Kettőzött erővel játszik mindegyik román csapat, igen, egyértelmű. De azt ki kell emelni, hogy abba bizony bőven meg tudja haladni az NB1-et, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon jót tesz egyébként a Sepsi-Szentgyörgy csapatának, mert mindig sokkal keményebben edződik, mint a többi csapat, amelyek románok és egymás ellen, ez a kettőzött erő nem feltétlenül létezik. Hát, köszönjük szépen egyébként ezt! A nyáron voltam Székelyföldön, nem is olyan régen,
és minden évben legalább kétszer megyünk, és ott elmondták, hogy azért ez régebben nem így volt. Tehát nem tartottak össze annyira a székelyföldi magyar székely-székely csapatok, amikor közös ligában játszottak, akkor nem volt ennyire barátságos a dolog, de azóta, mióta a Sepsiszentgyörgy első osztályú, a Csíkszereda másod-harmadosztályban szerepel, és aztán pont a másodosztályban, igen, azért egymást segítik a szurkolók is, és jó voltak, akkor, amikor kim voltam, akkor a Sepsiszentgyörgy elég jó helyen állt az első ligában, a Csíkszereda pedig a másodikban, és a jövőt az vetíti, tehát az vetül előre, hogy a székely magyar csapatok Erdélyben sokkal szervezettebbek, sokkal komolyabb a jövőképük, sokkal jobb az utánpótlásuk, mint a román csapatoké. Én most itt hirtelen végigmentem ugye a fő menüpontokon, és nem találtam olyanokat, hogy identitás, klubstílus és ilyesmi. Ezt szerintem ennek elmondtuk az okát, hogy miért nem találjuk, igen, ezt meg. Ha most le kellene írni az identitást, és ezt tényleg pontosan megfogalmaznák itt a klub honlapon, van ennek a klub honlapnak előzmény honlapja, amire azt mondták, hogy akkor ezt így most nem. Igen, tehát... Ott egyébként megfogalmazásra kerültek ilyen dolgok, és ezt igazából aztán nem hagyták, és azt még egyszer hozzá kell tenni, hogy ugye a tulajdonos, Diószegi László a saját vagyonát kockáztatja ezzel a csapattal, saját vagyonát fekteti be, illetve az nagyon fontos, hogyha az ő csapatát, vagy az ő vállalkozásait bármi negatív megkülönböztetés éri, akkor azért rengeteg ember megélhetését veszélyezteti ezzel. Nem? Ő mondhatná azt, hogy jó, köszönöm szépen, akkor én most visszavonultam, és én meg a családom halálunkig teljesen jól élünk. Nem fogja ezt mondani, hanem ő felelősséget ér sok száz vagy ezer emberért. Ezért van ez a dolog, de azért itt azért megjelennek dolgok, mert hogyha a médiába bemegyünk és megnézzük így a fotókat, azért... Hát itt azért el lehet mondani, sokan nem ismerik, itt valamiért nem tudom a képet megjeleníteni. Kicsit ezen a képen például a Hadnagy Attila, ugye a lokálhíró. Igen. Diószegi László nyakában. Tehát ő egy 30 pluszos játékos, aki nem ismeri. Jelen pillanatban ő a sportigazgató. Igen. A Sepsinél. A tulajdonos nyakába csápol, gondolom egy győzelmet ünnepelnek éppen. Ami még játékos. Igen, Sepsi most nem is győzelem. Hát nem egy győzelem, mert Sepsi, és hát ugye a... Sokkal fontosabb, azt el kell mondani, hogy a szentgyörgyi szurkolók nagyon, nagyon hálásak. És akkor nézd meg ezt itt. Tehát, hogy nagyon, nagyon hálásak a szentgyörgyi szurkolók, mert azzal, hogy ha nem győzöl, de látják azt, hogy te minden megtettél, akkor nekik elég. És nézzétek meg, itt ugye az van, hogy a klub direktben nem jelenítheti meg ugye a magyar zászlót, erre mindenféle törvények és egyebek vannak, nem csak magyar zászlóval teszem hozzá, mármint, hogy nem csak a magyarnak nevezett zászló van. És látjátok, egyébként itt van Szeged, például Szatymár, így van. A lényeg, hogy ilyen módon viszont, nézzétek, tehát belecsempészik, és ott van, ami egyébként az identitást megadja. Igen, tehát... A székely zászlóval már kényesebben viselkednek mérkőzéseken. Az is előfordul itt a weboldalon. Azért, igen. Az is előfordul a weboldalon, bár a románok nagyon próbálják ezt tiltani. Nézd meg, oda klikkelj oda arra a képre, amit most mutattam erre. És ott is ott a bizonyíték róla, hogyha megnézitek, ugye egy zöld kabát és egy piros-fehér kabát, vagy zöld-fehér kabát, tehát ott megint csak, ezek szurkolók, ugye, megint csak megjelennek ugye a háttérben zöld, egyébként piros-fehér, szóval higgyétek el, hogy ez legalább olyan, mint amikor egy magyar klub nagyon pontos identitás leírást ad. Ez itt, ezen a szinten, és, vagy hát ezen a szinten, tehát ebben a
jogi és minden más környezetben ez körülbelül egyébként hasonló jelent, és nézzétek meg, megint csak feltűnik, és ez nagyon fontos, ott van a tulajdonos, egyébként látszik a tulajdonoson, hogy ő nem ilyen nagy király ott, nem. És akkor most én leereszkedek a nép közé, hát a Hadnagy Attila a hátán ugrál, vagy szóval, hogy azt tudni kell, hogy tehát simán a stadionnal szemben van egy nagyon jó kis étterem, ahol aki szponzorálja tulajdonképpen a klubot, és bárki találkozhat az elnök úrral, bárki leülhet vele, beszélgethet vele, de ugyanúgy a szakmai stábbal is, és azért ez eléggé megszokott dolog, hogy valaki odaül a Hadnagy Attilához. Persze ez megint más, biztos változna a helyzet, hogyha itt ilyen milliárdos klub lenne, de jelen pillanatban úgy működik, hogy a dolog, hogyha én, mit tudom én, bármelyik szurkoló, nem én, bármelyik szurkoló fölhívja a Diószegi Lászlót, és ő szeretne vele találkozni, és ha nincs külföldön, akkor persze beszélünk egy időpontot is, leülünk, megbeszélünk, meghívott. Tehát bármikor megyek Székelyföldön, mindig összeakadok vele, és megkérdezi a véleményünket Magyarországról, tehát az anyaországból jötteket, hogy mi a véleményünk a Sopról, hogy pontosan jöttem a Sopra, majd itt mondani. Mit változtassunk, mi az, ami szerintünk jó lenne, és meghallgatja, amit elmondtam a múltkor is. Igen. Azt mondta, hogy tavasszal lesz, tett. Igen. És ilyen minőségű, tehát rendes Adidas minőség, most nem akarom a céget mondani, tehát hogy normális mezeket lehet venni, nagyon-nagyon baráti áron. És egyébként itt láthatjátok, hogy egy ilyen webshop, az pillanatnyilag egyébként nem létezik, viszont ennek egyébként több oka van, ők tényleg nagyon szeretik, hogy oda mennek a szurkolók, ez helyileg nagyon fontos, mert van a stadion webshop szemben, ugye van egy... Hát egy étteremfogadó. És mellette van, tehát hogyha ha a Bertius pubba, bocsánat, csak akkor kimondta a nevét, de most teljesen mindegy, tehát hogyha a Bertius pubba bementek, azért nagyon-nagyon kiváló étterem, tehát bárkinek ajánlom, nagyon-nagyon jó árakon lehet, mindig ott teszünk, és mellette van ez a fanshop, ami dübörög, srácok. És egyébként ez azért van, hogy ők kifejezetten ösztönzik arra, hogy ott jöjjenek össze az emberek, ott gyűjjenek össze, ott legyen társasági élet, mert ez is egy erősíti az ő összetartozásukat, de, és egyébként tök jogos, ugye itt láthatunk, nem tudom, hogy ezt őket megjeleníthetjük-e, majd maximum kivágjuk, hogyha ez nem így van, hogy hogyan tudnék vásárolni egy Sepsi Voskás szurkolói sárat itt Budapesten. Írok, írsz nekik, tehát bárki ír a klubnak, akkor fognak küldeni. Így van, és hát nyilván, mint minden, ez is pénzbe kerül, de szerintem senki nem várná el ingyen. Nem, abszolút nem. Úgyhogy a régebbi mezekből is van, tehát egy igen, lehet hibának felrólni, hogy nem... De minden esetre ez egy olyan felvetés, és akár hogyha mi is, különösen Józsi, ha elmondja, nem vagyok benne biztos, hogy ez akár idővel meg nem valósul, pont azért, mert látható, hogy van rá igény. Jó, itt én most itt valahova beleklikkeltem ahova egy ilyen oldaltérképbe. Jó, szerintem így nagyjából elmondtunk mindent. Én egy kicsit megmondom őszintén, és kérdezek is Józsi, mert nem vagyok vele tisztában, az utánpótlással mi a helyzet? Mert én itt most nem látom az utánpótlás kapcsolódását. Az ugye elmondtuk, hogy 6 éves az egyesület. Igen. És nem tud minden megjelenni egyszerre. Tehát, hogy persze lehet kifogásokat keresni. Ha azt mondtam, hogy mondjuk a Ferencvárosnál egy olyan gyerekválogatáson van 20 gyerek, akkor a Sepsinél van 150. Uh-huh. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy most az egy dolog, hogy most megint nem a viccet véletében, hogy a Ferencvárosra kiváló kapcsolatokat ápol a Sepsi, hiszen a stadionjukban a most működő, mondjuk azt, hogy régi stadionban az ülőhelyeket a régi stadionból vittük el, illetve küldte el Kubatov Gábor, és ezért egy óriási piacpont neki is. Na, a Józsi piros pontot tud adni Kubatov Gábornak, mert ami jó, az jó. És az... Bocsánat, de ez így hogy, van. És ez nagyon, nem a Szabi miatt mondom, mert lila, hanem hogy a régi stadionban is legalább két helyen méteres betűkkel ki van írva, hogy köszönjük Ferencváros, úgy,
hogy a Sepsi Szent György a Puskás Akadémiának a leszerződött partnere. Igen. Hát ezt tudni kell, hogy ez így van. Hát figyeljetek, én azt gondolom, hogy ez most egyébként nem a videónknak a tárgya, de hogy ez, én annyit tudnék hozzáfűzni, hogy ahhoz, hogy ez miért így van, vagy hogyha ezt valaki ilyen anomáliának gondolja, akkor én azt gondolom, hogy menjen ki, nézzen körbe, kérdezze körbe a helyieknek a véleményét, hogy ebben a témában mi, és meg fog lepődni, hogy tök logikus dolognak fog tűnni neki a magyarázatok és a beszélgetések után, az túl hosszú lenne itt elmondani, hogy ez így van, hogy ez így alakult ki, és szerintem csak az van hátra, hogy osztályozzunk. Igen. Én egyből vállalom így a mindenféle ódiumát az elsőségnek ebben a dologban, majd utána indokolni is fogok, én 4-est. Én mondanám azt, hogy szőrös szívű leszek, Lacina, arra, hogy 4-es. És akkor indokolok. Egyrészt tényleg szerintem a shop nem használja ki a lehetőségeit, szerintem egy webshopot, hogy ha nézi a Diószegi Laci úr. Meg fogja nézni. Igen. Egyébként tegeződünk, én is találkoztam vele, sőt, átadtam neki egy semleges térfélbögrét is. Tehát, ha emlékszik rám, akkor ismer. Biztos. Tehát nyugodtan biztos vagyok benne, hogy tegezhetem. Szerintem ez egy kihasználatlan lehetőség, amit érdemes lenne kihasználni. Ez az egyik. A másik dolog pedig, én azt gondolom, hogy az oldal megjelenésével sok gondom nincs, de egy picit valahogy lehetne, és nem arra gondolok, tehát nem kell feszegetni a határokat, nem erre gondolok, egy picit valahogy valami mozgalom, itt csak a technikára gondolok, valami mozgalmasabb, vagy valamilyen modernebb egy kicsit, aztán lehet, hogy nagyon mellé lövök, és akkor elnézést kérek, és akkor abban az esetben, ha nagyon mellé lőttem, akkor már is 4-5, mert azt nem tudhatom, hogy helyi szinten pontosan mire van szükség. Hát igen, és akkor ki van ott a bal felső sarokba, ebbe a videóba. Egyébként így megjegyzem, hogy... És azonnal elnézést kérek, de a Diószegi László, az szerintem, hát én egyébként ismerem a hangját, de így a kinézete alapján grú magyar hangja bőven lehetne. Egyébként egy varázslatos személyiség, tehát ez nem egy negatív megjegyzés volt, mielőtt bárki félreérteni. Ez most nekem is meglepetés az, hogy a Sepsi honlapján a semleges térfél videója a legelső, a második pedig. Igen, mindegy, igen. Ezen így meglepődtünk. Attól függetlenül... Na, és látjátok, hogy egyébként mennyire összenyúl, ami összetartozik. Nem tudtuk akárki. Igen. Ezt nem tudtuk. Igen. Tényleg nem tudtuk. Úgyhogy mindegy, tehát, hogy a legutolsó látogatásunk, hogy pár hónapja fel... Ezt még lehet, hogy le se tudná tiltani a Facebook, mert... Mindegy, az a lényeg, hogy YouTube, az új stadionnak az avatójára a Ferencváros szeretné meghívni, a Diószegi Laci, ez lenne neki a szíve vágya, hogy az új stadion a Fradival induljon. Hát nem tudom, hogy nagyon remélem, hogy össze tudják hozni, most csak azt hittem, hogy valami... Nagyon sok ismerős van a képen, csak nem akarom megnevezni, nehogy aztán még itt bármi történjen. Hát én ott látom például egyből Kodzseket. Személyesen. Teli Szavalasz. Nem tudtam, hogy a klub alkalmazásában áll bármilyen szint, és lehet, hogy csak szurkoló egyébként. Na, szóval maradjunk annyiban, hogy 4-es, és azt is hozzá kell, hogy tegyük, hogy mi megpróbáltuk érzékeltetni azt, hogy ott milyen körülmények között kell csinálni egy honlapot, de mi ezt nem tudjuk olyan értelemben átélni, hogy nem élünk ott, mi csak az információkat tudjuk, és lehet, hogy ez egy sokkal nehezebb dió, mint gondolnánk. És azt azért tegyük hozzá, hogy egy Sepsi Szent György nem olyan költségvetéssel dolgozik, mint egy magyar NB1-es csapat. Ja, bocsánat, igen, elfelejtettük mondani, hogy... Tehát okay. Ott azért nincs tahó meg ilyenek, tehát ezt el lehet felejteni. Az, hogy Magyarországon kap támogatást, az persze kap támogatást,
De nem ebből működik a klub. Igen, időnként a sajtóban ilyen nagy számok látnak napvilágot, hogy év végén akkor még a kormány erre, meg arra elkülönített, és odaadott, és nem tudom micsoda. Hát higgyétek el, gyerekek, hogy a magyar klubok döntő többsége egyébként több pénzt kap, csak az így külön nincs deklarálva, hanem az egy keretrendszeren belül úgy áramlik oda, és az nem tűnik annyira föl. Úgyhogy maradjunk ennyibe. És még a másik dolog, hogy miután egyébként a Sepsinek sikerült eljutni ugye az első vonalba, ilyen nagyon gyorsan, én most már azt várom, és lehet, hogy én vagyok a telhetetlen, hogy nemzetközi szinten is valamit most fakítsanak, bár az tény, hogy én úgy látom most a klubnál, hogy most ők így stabilizálják a helyet, és majd egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen platformot alakítanak ki, ami gyakorlatilag egy ilyen, lehet akár egy ilyen felszálló pálya majd a későbbiekre, de az minden esetre nagyon helyes elképzelés, hogy stabilizálják a dolgot, hogy meglegyenek a fundamentumok. Én azt gondolom, hogy az összes, nem, most maradjunk abban, hogy a két zászlóvivő, tehát a Dac és a Sepsiszentgyörgy, a két határon túli, úgymond nagy csapat. Én úgy gondolom, hogy az országának, a jelen pillanatbani országának a meghatározó klubja lesz, és egy 5 éven belül mind a kettő bajnok lesz a csapat az országában. Ugyanis olyan stabil háttere egyiknek sincs, olyan hosszú távú terveik, tehát például a Romániában a Volsztáua, tehát Romániában a Volsztáua az, ami vezeti az országának a labdarúgását, nincsen olyan fejlődési szakaszban, mint a Sepsiszentgyörgy. Tehát én azt gondolom, hogy a Dac és a Sepsiszentgyörgy is egy 5 éven belül az országának a bajnoka lesz. Így van, és egyébként ezért nagyon, vagy ehhez, vagy ennek nagyon szurkolunk, és hogyha ez így lesz, akkor nyilván a nemzetközi szinteken is jöhetnek, vagy jönni fognak az eredmények, és ott is én várok egy hasonlóan töretlen fejlődést, mert azért az hozzá tartozik, hogy ezeknél a kluboknál, ugye nagyon sokat beszéltünk a körülményekről, láthatóan nincsenek meg azok a elkényelmesedésre okot adó körülmények, amik itthon, sajnos, nem sajnos, mindegy, ez most nem téma, megvannak. Így van, tehát az a lényeg, hogy én most ezzel a kis videóval is üzenek február 18-án megyünk a Székely Légióhoz, megint egy 3-4-en, de oké, leosztályoztuk a weboldalt 4-es, és azért, mert biztos vagyok benne, hogy a shop is fejlődni fog, én nagyon szeretném, ha egy kicsit a külcsín igazán majd egy kicsit a székelységet is jobban reprezentálná. Nyilván az adott keretek között. Nyilván az adott keretek között, most nem mondanám azt, hogy szívem szerint nemzeti jelképekkel, de inkább az, hogy egy székelykapuval, vagy bármilyen hasonlóval, lehet, hogy majd az új stadionnak a hivatalos megnyitójával fog változni, hogy hallottam talán ilyesmit is, aki majd esetleg ellátogat Sepsiszentgyörgyre, egy baromi jó közösséget fog találni, ugyanis szinte egy helyen található meg a labdarúgó stadion, a kosár stadion, és a kosár és kézi, és a jégcsarnok. Tehát egymásba lehet majd így látogatni, én nagyon remélem, hogy minél több magyar fog ellátogatni innen is, ne csak Szerdahelyre, hanem srácok, be kell vállalni 6-8 óra gépkocsi vezetés, bár most már úgy hallottam, hogy Brassóba repülővel is lehet menni, tehát minél többen menjünk oda, minél többen mutassuk meg, segítsük a székelytest, testvéreiket a részvétellel, ne csak a Dacnál, hanem Szentgyörgyön is, Csíkszeredán is. Hát és figyeljetek, én azt tudom mondani, hogy olyan a történelem, olyan a környezet, hogy egy ilyen meccslátogatást, ilyen meccslátogatásokat simán össze lehet kötni kikapcsolódással, egy-két napos szabadsággal, egyébként érdemes egyébként, ha csak azt mondom... Minden sarkon egy komoly látnivaló van. Elég, ha csak elmentek Sepsiszentgyörgybe, és megnézzétek a Székely Múzeumot. Egy életre szóló élmény mindenkinek. Olyan, vagy elmentek megnézni Tamás Járonnak a sírját. Vagy várjál, aki anyagias, annak azt tudom mondani, hogy még tök olcsó is egyébként. Még mindig. Igen. És persze, hát nyilván nem ezért megyünk oda, de akár ez is egy érv lehet. Na most már ne húzzuk,
hanem azt mondjuk, hogy szurkolunk nektek, és minél jobb eredmények elérésében mi is egyek vagyunk így veletek, és azt gondolom, hogy amit láttunk, meg amit tudunk az egyesületről, a klubról, mindenféle skill ez megvan, adott, persze a kemény munkát bele kell tenni, és azt úgy látjuk, hogy bele is teszik. A medve nem játék. Sziasztok! Nem bizony, sziasztok! Ha tetszett a videó, kövess bennünket Facebookon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha támogatni szeretnél bennünket, ezt a videó alatt található Patreon linken keresztül megteheted.